Ferenc dobos, zeneszerző és zenekara adott koncertet a Városháza dísztermében. Az Alacsányban született zenész ma New Yorkban él, neve ismert és elismert a szakmában és a világ színpadain. A koncerten Gregory Tardi szaxofonnal, Olá Cumó Árpád pedig zongorajátékkal járult hozzá a zenei összhanghoz. Most egy európai turnén vannak, ennek egyik állomása ez a hévízi előadás is. Itthon vagyok, és innét indultam, és az emberek itt ismernek, tudják, hogy honnét indultam el, tehát zeneileg az emberek 90%-a ma este ismert, mióta gyerek voltam, és mióta játszottam az összes zenekarba itt a környéken. És bennem ugye mindig van egy ilyen érzés, egy izgalom, hogy mégis az itteni közönség, ahonnét elindultam, ő nekik mit tudok adni, ők mit éreznek ebből. Mint Németh Ferenc hangsúlyozta, a technikai és szakmai dolgok mellett ezen az estén a legfontosabb volt számára érzéseket, és ezzel együtt valami maradandót átadni a közönségnek. Az elhangzó dalokat az elmúlt egy-másfél évben írta, alapját a magyar népzenei dallamok adják, ezt ötvözte a jazzzel és alakította saját stílusára. A ritmus világban azonban Brazíliától Afrikáig minden olyan helyszín felelhető, ahol a zenész megfordult. Világjárásai során mindig ihletet kap, ezek pedig zenei anyaggá érnek. Terveik között szerepel a koncerten előadott dalok felvétele is, melyet CD formájában szeretnének kiadni a jövőben. A hévízi koncertet teljes egészében is megtekinthetik majd a Hévízi Televízió egy későbbi adásában.